Három témakör és az egyebek pont megvitatása várt Paks gazdasági bizottságának tagjaira. A grémium elsőként az idei évi költségvetés első féléves végrehajtásáról szóló beszámolót véleményezte. Június 30-áig a bevételi és kiadási előirányzatok hány százalékos a teljesítés. Ezt is tartalmazza az előterjesztés, a témakört Paks polgármestere ismertette a bizottság tagjainak. Szabó Péter szerint a büdzsé végrehajtása kiegyensúlyozott. A grémium a beszámolót egyhangúan fogadta el. Azt hiszem, azt mindenkinek nyugodtan elmutatom, túl vagyunk azon az igazi nehéz éven, amiben éppenséggel most már tudjuk, hogy mennyi az áramnak a díja, mennyi a fűtésnek a díja, pontosan miután mennyit kell fizetni. Ezek az összegek megvannak, és hál' Istennek mondhatom azt, hogy a támogatások is, ami föntről, ami állami támogatásokként jönnek felénk, azok most már sokkal könnyebben ide tudnak csúszni, és ide tudnak jönni, ami még ehhez a részhez hozzájön, hiszen ez még idáig nem volt benne. A bizottság értékesítésről is döntött kedden, egy olyan belterületi ingatlan kerül magántulajdonba, amely az önkormányzati feladatellátást már nem szolgálja. Teljes mértékben egyhangulóan ment, végülis ez egy része volt, ami már nagyon régóta kérte a jelenlegi vevő, aki benne volt a nyilatkozatba, végeredményben. Nem egy nagy összegről van itt szó, nem ér el az 1 millió forintot, de hogyha én mindig azt mondom, ha valakinek tudunk segíteni, és ez jót tesz neki, akkor tegyük meg azt a jót. A Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási ZRT és a DC Dunakom ZRT beolvadás útján történő egyesülésével kapcsolatos személyi kérdéseket is véleményezte a gazdasági bizottság zárt ülésen. A most tárgyalt témakörökről jövő héten Paks képviselőtestülete dönt, az ülést a Telepaks élőben közvetíti.